Hello, hello! Jó napot kívánok mindenkinek! Ma megint csinálunk egy ilyen francia videót, de hogy kell franciául olvasni? Kezdjük, jó? A V betűt meg a W betűt ugyanúgy mondjuk, vagyis nem teljesen igaz, mert Belgiumban nem ugyanúgy mondjuk, de Franciaországban igen. Szóval például a tehén la vache. Hát igen, ez egy nagyon jó példa volt, mivel itt az ét kimondjuk a szó végén körülbelül egy picit azért hallani. Szóval attól függ, hogy milyen szóról van szó, az é betűt kimondjuk, vagy nem, egy picit, vagy nem. Szóval ez, tudom, hogy egy kicsit bonyolul, de ezeket az az igazság, hogy meg kell tanulni, szóval ezeket hallani kell, és meg kell tanulni, és csak úgy lehet tudni, hogy hol kell kimondani a végén, és hol nem. Szóval, la vache, az a tehén, V betűvel. És le wagon, az a vonatnak a kocsia, wagon, ezt is majd megtanuljuk. Le wagon, az franciául úgy mondják, hogy wagon, de Belgiumban úgy mondják, hogy wagon. Wagon. Szóval attól függ, hogy hol él az ember, és vagy úgy mondják ki, hogy wagon, vagy úgy mondják ki, hogy wagon. Franciául a s, az a ch, mint például cheval, az a ló. Le cheval, az ch, s, le cheval, a ló. Franciául a k hangot kimondani, többféle módon lehet leírni, vagy C betűvel, mint például le canard, az a kacsa, le canard, vagy például le kiwi, az a kiwi, le kiwi, és ráadásul ezt a W-t úgy mondjuk Franciaországban is, ebben a szóban, mint Belgiumban, szóval kiwi. És nem úgy, hogy kiwi. Szóval kiwi. Úgyhogy itt is még egy példa, hogy a francia országi Franciában is vannak ilyen különböző kimondású módok kimondani a betűket, ami attól függ, hogy milyen szóról van szó. Szóval kiwi. És van egy másik, amit úgy kell mondani, hogy k, az a q meg a u betű együtt. Az például a kérdés, la question, az a kérdés, és az is k. Szóval ezzel a k kimondással a c betűnél vigyázni kell. Miért? Mert csak a q, cu, q, ko, C-O, ko, meg K-C-A, K betűnél kell úgy kimondani, hogy K. Amikor C-E betűvel van, az már S, mintha egy S lenne, mert az S-et franciául S betűnek mondjuk ki. Szóval S, C-E, S, SI, C-I, az SI. Van egy nagyon jó példám, ceci, az azt jelenti, hogy ez, vagy ezt. Ceci, ceci. Például, amikor rámutatunk egy lóra, és azt mondjuk, hogy ceci est un cheval, ez egy ló. Ceci est un cheval. Ceci est un cheval. Ceci est un cheval. Ceci est un cheval. Remélem, hogy tetszett ez a lecke, és majd legközelebb is találkozunk. Sziasztok!